Bemutatjuk az innovatív falazatépítés egy fontos eszközét, az úgynevezett csiszolt téglatechnikával készült falazat alapvető elkészítési lépéseit és épületfizikai tulajdonságait. A hagyományos falazáshoz képest a vékony habarcsos és a Dryfix extra ragasztó habos technológiai megoldás fenntartható, környezetbarát, akár kétszer gyorsabb és jelentősen kisebb ökológiai lábnyommal bír. A Protherm Rapid téglákat az égetést követően a felfekvő felületeiken megcsiszolják, aminek köszönhetően az egyes sorok között mindössze 1 mm vastag vékony falazó habarcs vagy Dryfix extra ragasztó hab biztosítja a kötést és egyben a fal szilárdsági tulajdonságait. A Protherm Rapid falak előkészületei megegyeznek a hagyományos, nem csiszolt Protherm falazatokéval. A földszinti teherhordó falak alá a portalanított, szilárd beton alapra vagy aljzatra szükség esetén vízszigetelés kerül. A szigetelés szélességét a falazathoz használt tégla mérete adja meg. A vízszigetelés elkészülte után kicsapó zsinórral bejelöljük a falazat helyét, majd lézeres vagy optikai szintező és milliméterosztású mérőléc segítségével meghatározzuk a készítendő falazat vonalában az alap legmagasabb pontját. Az első sor alatti habarcságy tökéletes kialakításához a Wienerbergertől beszerezhető habarcszintező szerszámkészletet használjuk. Első lépésben mindig csak az épület külső határoló falainál készítjük el a kiegyenlítő habarcságyat. Az összefüggő habarcságyat a habarcszintező szerszámok szakaszonkénti áthelyezésével alakítjuk ki. A felesleges habarcs mennyiséget a lehúzó léc mellett kőműves kanállal távolíthatjuk el. Gondosan ügyeljünk arra, hogy a habarcs ágy a falazat alatt 100%-ban hiánymentes és sima legyen. A habarcs szintező szerszám lapos vasának helyén keletkező hiányokat célszerű kipótolni. A kiegyenlítő réteg elkészültével a folytatáshoz a kész habarcs ágyon ismét a kicsapó zsinórral kell kijelölnünk a falazat helyét az első téglák lerakásához.